Az európai országok célkitűzése, hogy a sertésből készült termékeket népszerűsítsék a vásárlók körében. A Vágóállat és Hústermék Tanács Magyarországon 2020-ig 5 kg-mal szeretné emelni a sertéshús fogyasztást. Hazánkban a közétkeztetésben és a kereskedelemben azon dolgoznak, hogy minél több emberrel megkedveltessék a sertéshús fogyasztást. Ennek egyik állomása az volt, hogy az elmúlt évben 5-10%-kal csökkentették a termék árát. Jelenleg a félsertés kilogrammonként mintegy 450 forint. Az iskolák menzái is beépítik a sertéshúst a menübe. Schmidné Vereb Julianna, a 60-i közétkeztetési Kft. Ügyvezetője elmondta, hetente minimum egyszer szerepel a sertéshús az étlapon. Hetente azt lehet mondani, hogy egy alkalommal mindenféleképpen előfordul a menüsorokban, általában sertésszombot és sertéskarajt. Jó minőségű, friss termékből készítjük a készételeket, pörkölt, vagdalt, szelethús formájában kapják meg a diákok. Hozzátette, bár a szelethúsok igen kis zsírtartalommal rendelkeznek, a gyerekek jobban szeretik a szaftosabb pörkölteket. A sertéshúsokból inkább a jó kis szaftos, ízletesebb pörköltet szeretik, a szelethúsokat nem annyira. A karaj, mivel ugye a zsírtartalma nagyon alacsony, de ettől függetlenül nem igazán szeretik sült formájában a gyerekek. A sertéstartás már Magyarországon is alkalmazkodott az unió elvárásaihoz, így a sertések zsírtartalma minimálisra csökkent.